Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, foglaljanak helyet kényelmesen itt a lelátónkon. A mai műsorban összefoglaljuk a Dorogi FC szezonját, hogyan sikerült bennmaradni az NB2-ben. Ezen kívül visszatekintünk a szegedi Matyérrel rendezett világkupára, és itt lesznek rögbiseink, az esztergomi vitézek egykori és mai kiválósága. Tartsanak velünk! A hétvégi szegedi világkupán egy remek eredményt ért el Csikó Zsóka, aki esztergomi származású, hát ha szabad ezt mondani, azt kell mondani, hogy esztergomi. Zsóka, köszöntelek sok szeretettel. Igen. Én is üdvözlök mindenkit. Hogyan készültél el a versenyre, és látom, hogy több számban is indultál. Mi okozott nehézséget? Először menjünk a rövidebb távokon, kezdjük a rövidebb távokkal. Hát igazából külön erre a világkupára nem készültünk. Előtte egy héttel volt egy tájékoztató versenyünk, és hát ott jól szerepeltem 500 méteren, ugye bejutottam az A-döntőbe, ami azért nagy szó, már hát hatos döntőnk volt, és igazából olimpiai és világbajnokok közé jutottam be, és így, hát így ezáltal juthattam ki a világkupára, ahol hát tulajdonképpen mi választottuk ki, hogy milyen számokhoz szeretnék indulni, és ugye párosban Lucomnával hát indultunk, mi összeültünk már 2017-ben is, de azóta sajnos nem sikerült, és hát igazából csak a világkupán ültünk össze. Szóval ez a B-döntővel lettünk a tékek a világkupán. Szerintem az egy teljesen jó eredmény nekünk, igazából csak tapasztalatot szerettünk volna hát szerezni, illetve a négyes is egy friss egység volt, ott ugye az A-döntőben lettünk nyolcadikok, és hát ugye az 5000 méter, ott pedig másik lettem. Igen, hát az is érdekes, ugye, hogy a nyergesi kis Blanka ment sokáig Lucannával, illetve hát 200 méteren ők ugye együtt ülnek, és 500-on pedig Zsóka ült Lucanna mellé, de ugye az igazán nagy dobás az ugye az 5000 méter volt, amit ugye a tévénézők végig is követhettek, hogy hogyan zajlott a verseny. Ezt, hogyha felidéznéd. Hát igazából nekem annyival szerencsém volt, hogy én még ugye nemzetközi nem így voltam 5000 méteren, viszont maratonon igen, úgyhogy abból tudtam így meríteni. Hát főleg arra számítottam, hogy össze fog dolgozni a másik magyar lánya, ugye rendesi eszterre, de sajnos nem sikerült, úgyhogy igazából innentől kezdődött a B-terv, hogy megpróbálok vizezni, és akkor úgy menni, hogy úgy alakítani a helyzeteket, hogy sokat pihenek, és hogyha úgy van, akkor nem lesz akadni vízről. Hát ez se sikerült, úgyhogy következett a C-terv, amit ugye láthattak is, hogy majdnem az egészet én vittem végig, mert hát így volt nekem a legkedvezőbb, szóval így nem raktak a bójákra, nem fordítottak ki, szóval igazából majdnem az egészet végig vezettem, és próbáltam a saját iramomat menni, és hát felhasználni azokat a tapasztalatokat, amiket maratonból szereztem, és igazából így lettem második egy sokkal tapasztaltabb 5000 méteres versenyző mögött, meg ő egyébként sokkal gyorsabb is nálam, szóval igazából én csak hát annak is örültem, hogy egyáltalán érem le, hogy ez is. Nagy siker ez, Zsóka, és az, hogy te még nem is töltötted be a 20-at, hogyha jók az információm. Ugye nem olyan régen beszélgettünk még az érettségit kapcsán, hogy a dobóban milyen szépen érettségiztél, és a versenyre visszatérve az edződ, ugye, vagy a korábbi edződ, Piatacsuk Vitali mondta, hogy te ugye
borzasztóan erős vagy, és hatalmas iramot tudsz menni, és a többiek azok csak ugye a te oldalvizeden evezgetnek, kihasználva ugye azt, hogy te vezeted őket és bírod erővel, és aztán utána az utolsó métereken próbálnak hajrázni, és akkor vagy sikerül nekik, vagy nem. Hát most ugye végigvezeti, ugye ez volt a C-terved, ahogy említetted, és hát a legközelebb akkor ugye azt kell csinálni, hogy le kell szakítani őket végig egy hatalmas iramot menve, és akkor nem sikerül. De hát ez a norvég lány ugye jóval tapasztaltabb 5000-es menő, úgyhogy azt hiszem, hogy ez az ezüstérem, ez nagyon szép eredmény. Gratulálok hozzá. Igen, igen. Köszönöm szépen. Mik a következő feladatok? Elképzelhető-e még, hogy az olimpián is láthatunk téged Tokióban? Hát a következő lépés, ugye nekünk jövő héten lesz a válogatón, pont az olimpiára. Hát, ha reálisan nézem, akkor valószínűleg nem, mert nagyon erős a hazai mezőny. Viszont ugye a válogatón elindulok, aztán majd kiderül, hát ha kijutok, de szerintem reálisan nézve nem fogok. Viszont ugyanez a válogató válogat az Európa-bajnokságra, a felnőtt Európa-bajnokságot ott szerintem, hát oda már van esélyem kijutni, nem olimpiai számban, azt szeretném megcélozni, de hogyha az sem sikerül, akkor marad az U23, ami igazából a saját korosztályom, szóval az is teljesen megfelel számomra. Nagyon büszkék vagyunk rád, örülünk, hogy ilyen szép eredményeket érsz el, ilyen fiatalon, úgyhogy nagyon örülünk, hogy látszik itt a jövő nagy reménysége, nagy kajakos reménysége. Zsóka, drukkolunk neked, ha nem a mostani olimpián és a többi világversenyen a következőn, de remélhetőleg előbb-utóbb nagy sikereknek tudsz örülni, és mi is együtt örülhetünk veled. Köszönöm szépen a beszélgetést! Nagyon szépen köszönöm! Maradunk továbbra is a Szegedi Világkupán, vendégünk itt a stúdióban, Kis Blanka, akit szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok! Blanka, idézzük fel ezt a versenyt, ne menjünk azért, ne bontsuk le napokba, de hogy hogyan sikerült végül is, melyik versenyszám volt az, ami a legjobban kijött? Úgy érzem, hogy a 201-es most nagyon jól sikerült nekem. Nagyon féltem, mert nem nagyon szoktam egyest indulni, viszont az előfutam és a középfutam jól sikerült, és a döntőben is nagyon-nagyon szorosan érkeztünk be, és tizedek és századok választottak el a dobogótól, ami elég nagy szám, mivel nagyon sok résztvevő volt a versenyen, és nagyon erős volt a mezőny. Ugye a 200 méter eleve egy sprint szám, egy nagyon, nagyon rövid, úgyhogy itt nagyon-nagyon fontos minden, tehát már a rajtnál sok minden eldől, hiszen nagyon rövid a táv, és gyorsan fel kell pörögni egy szintre, és aztán a célig kell juttatni a kajakot. Hogyan lehet erre készülni, vagy hogyan lehet ezt egyáltalán taktikázni, vagy bármi ilyesmi, vagy pedig oda kell állni, és akkor mindent bele? Oda kell állni, és mindent bele kell tenni. Úgy épül fel a mi pályánk, hogy egy nagyon erős rajttal kezdünk, és felmegyünk a maximális sebességünkig, és onnantól ugye már csak lassulunk, és ezt próbáljuk minél tovább kitolni, hogy beérjünk aztán a célba elsőként. Ezek szerint, hogyha itt tudott indulni a világkupán, azt jelenti, hogy egyesben előrébb is lépett, hiszen úgy tudom, hogy még mindig fej-fej mellett haladnak az olimpiai kvalifikáción is a versenytársakkal, ugye? Vagy ez még nem dőlt el, hogy kiindulhat az olimpián? Ugye most az utolsó alkalom, hogy 200 méteren megmérethetik magukat a világ 200 méteres kajakosai. Még nem dőlt el, két hét múlva lesz egy válogatónk, az olimpiai válogató. Ez is egy nagyon, nagyon nehéz meccs lesz itt a magyar lányok között. Nagyon szorosan érkeztünk be az első válogatón is, ahol második lettem, és azért tudtam indulni a világkupán. Egyes számban nagyon szoros lesz majd. Ki a közvetlen ellenfele Blankának? Hát meg tudom említeni a csapattársamat, Lucannát, Kárász Annát, Lusz Dórit, Kozák Danutát, igazából nagyon sok mindenkit lehetne még felsorolni. Sok jó 200-as van itthon.
És most hogy áll ez a verseny? Lehet ezt mondani, hogy ki áll az élen, vagy pedig ez a következő olimpiai válogatón dől az el, hogy ki indulhat az olimpián? A következő válogatón dől el, viszont ez a 200 méter, ez olyan, hogyha lejövünk egy pályát, és még egy, és utána még egyet, akkor lehet teljesen más a befutó. Annyira véletlenszerű sokszor, hogy honnan fúj a szél, melyik pályán vagy, kiszámíthatatlan. Ugye azért is nehéz dolog a 200-as kajakosoknak a helyzetük, hiszen azért kimondatlan az olimpia a legnagyobb megmérettetés ugye kajakkenuban. És most még Tokióban a 200 méter egyes szerepel az olimpia programján, a következőn viszont már nem. Tehát hogyha Blanka most összeszedi magát és szárnyalni fog, akkor eljuthat Tokióba, jól értem, és akkor viszont a következő olimpián pedig már nem szerepel ez a versenyszám. Igen, ez nagyon szomorú, hogy levették az olimpiáról a 200 métert nálunk és a férfiaknál is. Nagyon sok mindenki szerintem le fogja tenni a lapátot. Nekem is ez egy nagy törés, nem tudom még, hogy lesz tovább, de ha kijutnék most, az egy nagyon nagy csoda lenne. Én rajta vagyok, de nem ez leveg a szemem előtt, hanem az, hogy menjünk egy jó pályát és egy jó verseny legyen. Hova lehet átevezni ugye a 200 méterről? Nyilván a következő táv az 500 méter, ami még képbe lehet az olimpián is. Blanka, hogy látja, az 500 méter lehet a kiút? Hát, ez egy elég nehéz kiút lenne, nagyon nehéz átállni 200 méterről 500-ra, főleg nekem, nem vagyok tipikus 500-as, de nőknél 504-es, 500 páros és 501-es van, talán egy 500 csapathajóba jó lenne bekerülni egyszer. Mi múlik ez egyébként, alkat? Tehát ugye Csikó Zsókával beszélgettünk az imént, ő ugye egy robosztusabb, erősebb alkat. Blanka törékenyebb, tehát az inkább akkor a rövid sprint számoknak kedvez? Igen, szerintem. Nekem nincs úgy gondolom, nincs hozzá jó állóképességem, meg erről létem, hogy kibírjam az 500 métert, de semmi sem lehetetlen. Mikor kell szurkolnunk akkor Blankáért? Mikor lesz az a bizonyos sorsdöntő olimpiai válogató? Május 30-án vasárnap fogunk versenyezni Szegeden a Matyéren. Hát kívánom, hogy sikerüljön, és akkor már Tokióban is láthatjuk Blankát a televízióban, de ha nem, akkor sem leszünk csalódottak. További jó versenyzést kívánunk. Köszönöm szépen. Vendége itt a stúdióban az Orogi labdarúgó csapat vezetői, Majer László, elnök és Sitko Illés sportigazgató. Köszöntünk melleteket a stúdióban. Köszöntünk mi is, köszönjük a meghívást. Jó napot kívánok. Ugye sikerült a csapatnak bennmaradni az NB2-ben, egy nagyon szép tavaszi 9 mérkőzéses veretlenségi sorozat után. Ugye most 14. helyen zárták a fiúk a tabellát. Ha jól emlékszem, 11 győzelem, 11 döntetlen és 16 vereség talán. Nagyjából így néz ki a tabella. Laci, hogyan értékelnéd ezt a szezont? Ez egy nagyon nehéz szezon volt. Mikor elkezdtük, akkor is tudtuk, hogy nem lesz könnyű. Próbáltuk is úgy felkészíteni a csapatot és összerakni a csapatot, hogy azt a célt, amit kitűztünk eléjük, és az a 10. hely környéke lett volna, hogy azt el is érjük. Időközben úgy gondolom, hogy voltak olyan változások, amelyek negatívan, aztán később pozitívan hatottak a csapat eredményességére. Mire gondolsz itt egyébként? Hát az NB2 ez egy rendkívül úgynevezett kiegyensúlyozott mezőny, itt bárki meg tud verni bárkit, bárki ki tud kapni bárkitől. Pont ugye tegnap Schindler Szabolcs is azt nyilatkozta a vasas edzője, hogy ez nem az NB1, tehát itt gladiátorok küzdelme van, itt a motiváció, az akarat, az néha felülírja a technikát és a játéktudást, és én azért is úgy gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a motivált játékosokat találjuk meg, és a játékosok motivációját próbáljuk megkeresni, illetve azt felkelteni ahhoz, hogy a csapat eredményesen és sikeresen tudjon működni. Összetett volt az év, mint az infrastruktúra miatt, ugye köztudott, hogy egy időben már belengedték, hogy nem fogunk tudni itt játszani, arra is kellett készülni, de pontosan nem tudtuk még, hogy ez majd tavaly novemberben lesz, vagy idén januárban, vagy februárban. Végül is aztán március elejétől kellett idegenbe menni a csapatnak. Egy edzőváltáson voltunk túl, ugye tavaly ősszel, ahol Fenyvesi László vett át a csapatot, és az ő irányításával dolgoztunk tovább. Télen meg kellett erősíteni, vagy legalábbis új szellemiségű játékosokat kellett hozni a kerethez, hogy kicsit felrázzuk a brigádot.
Úgyhogy úgy gondolom, hogy mint sportigazgatónak az Illésnek nagyon sok feladata volt, hogy itt az első évben átessen a tűzkeresztségen. Illés, akkor ha már így át, Léci, vedd át a szót, tehát, hogy te hogyan értékez, és valóban ez a különbség az NB1 és az NB2 között, te ugye megjártad mind a kettőt. Igen, abszolút ez is a különbség. Természetesen én azt gondolom, hogy azért játékos minőségben is van különbség, de ez a kettő együtt ez olyan differencia, ami meghatározza, hogy melyik az NB1-es bajnokság, melyik az NB2-es bajnokság. Itt a tulajdonos úr szavaira reagálva, igen, nagyon nehéz évünk volt, de én azt gondolom, hogy összességében sikerrel zártuk. Ha az őszt nézzük, azok után ilyen tavaszt tudott produkálni a csapat, én azt gondolom, hogy ez ezelőtt le a kalappal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ezen az úton megyünk tovább, természetesen még kell erősíteni, esetleg a játékos keretben változtatni. Lesznek is változások, biztos vagyok benne, úgyhogy de még egyszer mondom, ezen az úton megyünk tovább, akkor jövő év én azt gondolom, hogy sikeresebb lehet az ideinél. Ugye azért is különbözik, hogy az NB2 az NB1-től többek között, ugye, hogy az NB2-ben nem szerepelhetnek külföldi játékosok, ugye, és a magyar NB1 tele van, nem tudom, százalékban meghatározni, egyes csapatokban ugye 100%-ban szinte, tehát hogy nagyon sok a külföldi játékos, és úgy arról panaszkodnak, hogy a magyarokat nem tudják megfizetni. Ugye nálatok pedig nem lehetnek külföldiek. Néhány honosított azért van furcsa nevű magyar játékos azért van, de hát ők ugye mindannyian honosított magyarok, ugye? Igen. Alapvetően ugye az az általános elképzelés, hogy a magyar játékos drága, sok pénzt szeretne keresni, sok pénzt kér. Ugye vannak olyan szabályok is, ahol a kötelező fiatal szabály miatt például a fiataloknak a fizetését jelentősen meg kell emelni. A kötelező magyar kvóta alapvetően nem baj, de azt tudomásul kell venni, hogy igen, Szerbiából mindig ajánlgatják nekünk az olcsóbbnál olcsóbb játékosokat, akik olyan mentalitással rendelkeznek, hogy neki mennek a betonfalnak is, és nem azt kérdezik, hogy miért, hanem azt, hogy hányszor. Míg a magyar játékos, nem lehet általánosítani a magyar játékos. Tehát míg a játékosok egy része bizony nagyon kényelmesen el van ebben a mai magyar labdarúgásban, hiszen egy rendkívül jó gazdasági, szociális háttér van mögöttük. Az a fontos, hogy megtalálják a motivációkat, hogy a teljesítményt hogyan lehet belőle kihozni. És ez néha nem szakmai, hanem inkább pedagógiai követelmény és feladat. Nézzük akkor a dorogi csapatot, egy picit elemezzük ki, hogy kik voltak a húzó emberek, kik voltak azok, akik jöttek, kik segítették hozzá a csapatot ahhoz, hogy ilyen szép tavaszt produkáljon. Hát én azt gondolom, hogy elsősorban csapat szinten emelnék ki mindenkit a tavaszi idény során, amit letettek az asztalra. Én azt gondolom, hogy mind csapat értük ezt el. Természetesen volt egy-egy mérkőzés, amikor egy-egy adott játékos kiugróbb teljesítmény nyújtott, és esetleg eldöntött egy-egy találkozót. Én azt gondolom, hogy az volt az erősségünk most ezen a tavaszon, hogy mind csapat jól működtünk, és tényleg mindenki megtett egyrészt magáért, a csapatért és a klubért mindent, hogy sikerre vegyük az akadályokat. Ugye vannak a csapatban fiatalabb játékosok is, sőt, ugye a Cújgiber Ákos személyében egy válogatott fiatal játékos is szerepel, ő ugye kölcsönben. Mi az aránya? Kik azok, akik dorogiak, és kik azok, akik kölcsönből szerepelnek, vagy kölcsönben vannak éppen dorogon? Hogyan lehet itt így sakkozni? Hát idén alapvetően törekedtünk arra, hogy saját keretünk legyen. Ugye az MTK-val kötöttünk egy kooperációs együttműködési szerződést, ennek keretében három játékos érkezett kölcsönbe. Volt az Újgéver Ákos, a Szerencsi Miklós és Kovács Máté. Én úgy gondolom, hogy a legvégén azért mégiscsak kikerekedett ez a történet, mert maga a kooperáció annyira nem működött, ahogy azt szerettük volna az elején, hiszen azok a játékosok, akik a kooperációba kerültek volna hozzánk, most itt említettem a Sőn Szabolcsot, azok nem kerültek hozzánk, hiszen az MTK-nak az NB1-es csapatában meghatározó játékos lett a Sőn Szabi. Elképzelhető lett volna, hogy a Sőn Szabolcs is ide igen, kerül? A kooperációs szerződésben négy játékost neveztünk meg konkrétan, hogy kik kerülhetnek dorogra a kooperációba, többek között ő is benne volt, de aztán ugye olyan teljesítmény nyújtott, hogy az MTK NB1-es csapatának lett a húzó játékos. És meg se tudták tartani az MTK-sok, ugye? Így van, tehát én úgy gondolom, hogy ott talán egy picit az túl magasra lett téve az a névsor, de ettől függetlenül például én úgy gondolom, hogy mind a Szerencsi Miki, mind az Újgéver Ákos
maximálisan hozzátették a teljesítményüket ehhez a sikeres tavaszhoz, hiszen ha belegondolok, szerintem a ketten együtt legalább 5-6 gólban mindenféleképpen részesedtek, vagy részese voltak, és hát az új Géber Ákos egy rendkívül fiatal, tehetséges játékos, akinek úgy gondolom, hogy még mentálisan sokat kell tanulni, de a labdarúgáson már nagyon sok mindent tud. Maradnak ők egyébként a későbbiek? Ezt még nem tudom megmondani, az MTK-val a kooperációt mi szeretnénk folytatni. Az MTK is nyitott erre, de hogy mely játékosok kerülnek bele, ezt ilyen például nem lehet tudni. Ugye a Vasassal is volt egy ilyen meg, vagy a Vasassal nem ez a megállapodásban, viszont a Vasasból is visszatért egy játékos, aki korábban Torokon szerepelt. Igen, a Szedlár Zoli, vele egy kölcsönszerződést kötöttünk a Vasassal, és fél évre érkezett a Zoli kölcsönbe hozzánk. Ugye Szabó Lukasz és Kanalosz, ők azok a játékosok, akik ugye külföldről érkeztek, ugye az egyikőjük ugye Erdélyből, másik Szlovákiából, de mind a ketten ugye magyar felmenőkkel rendelkeznek és beszélnek magyarul. Ezt jó néhányszor bizonyították nekünk is a mikrofonunk előtt. Úgyhogy ők hogyan kerültek ide? Hát, Illés tudja. Illés. Igazából a menedzserek által, úgymond. Azt gondolom köztudott, hogy minden átigazolási szezonban a menedzserek fölveszik a klubokkal a tulajdonost, vagy fordítva, és hát velük is így történt. A Tony, ő egy nagyon tehetséges, fiatal srác, akiben nagyon sok van. Egy jó pár hónapig nem tudott játszani, miután Kazincz Barcikára elkerült. Úgy került hozzánk, kicsit utol kellett érnie magát, de azt gondolom, hogy a tavaszi szezonban ő is letette a névjegyét itt Dorogon. Ott voltak zűrök is ezzel az átigazolással kapcsolatban, bár ugye gondolod, akkor nem menjünk ebbe bele. Igen, megoldódott az a lényeg, tehát igen. Rajta voltunk, hogy minél hamarabb sikerüljön, és állítsanak sikerült. A Lukasz, ő Lipótról került hozzánk, MB3-ba 23 gólt lőtt az őszi szezonba. Úgy gondoltuk, hogy mindenképpen erősítés jelentene számunkra. Gólban sajnos ez nem mutatkozott meg még, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó beállítottságú srác, és reményeink szerint ki fog jönni ez a gólokban is meg fog mutatkozni. Tehát türelmesek vagytok mind a kettőjükkel. Mind a ketten mutattak azért, tehát hogy is mondjam, megmutatták azért az oroszlán körmeiket. Ugye Tony Kanalos fontos gólokat is szerzett, és nagyon veszélyes volt azért előd időnként. Tehát azért még várják a torogi szurkolók azt, hogy egy kicsit jobban megbolondítsák ők az ellenfelek védelmét. Hogyan tovább? A szakmai stáb marad a következő szezonra? Én úgy gondolom, hogy igen, tehát én személy szerint szeretném, hogyha maradnának. Most jelen pillanatban ugye vége a bajnokságnak, egyből nem támadtuk le sem az edzőket, sem a szakmai stábnak többi tagját, de előzetesen azért beszélgetéseket folytattunk. Szeretnénk, hogyha ez a stáb maradna együtt, és ők folytatnák a munkát. Természetesen a játékos keretben lesznek változások, de alapvetően a szakmai stábban nem szeretnék változást. A pálya viszont mindenképpen megújul, hiszen egy bányásznapra, hogyha minden igaz, akkor egy új stadion, pontosabban egy új felújított fűvel, fűtéssel összeálló stadionban már hazai pályán valóban itt játszhatnak a fiúk. Hát én nagyon remélem, hogy minél hamarabb átvehetjük az új pályát. Ugye egy fűthető locsolarendszerrel ellátott új pályatest kialakítására került sor, illetve a világítás nagyon remélem, hogy fog működni, és akkor éjszakai vagy esti meccseket is tudunk játszani. Mindenféleképpen más a hangulata egy olyan vasárnap délután vagy szombat esti meccsnek, ahol világítás van, és akkor remélem talán a szurkolókat is jobban ki tudjuk szolgálni. Nagy fájdalom, hogy magához a lelátóhoz nem nagyon nyúlnak hozzá, hiszen úgy gondolom az hozzátartozott volna ahhoz, hogy a szurkolókat még méltóképpen tudjuk fogadni. De remélem, hogy a közeljövőben erre is sor kerül. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltatok itt a stúdióban. Köszönjük szépen. Rögbivel folytatjuk a műsort. Apa és fia a vendégünk, Stigmayer Gábor és Stigmayer Márk. Mind a ketten ugye a rögbiben dolgoznak valamilyen szinten. Ugye Gábor, annak idején te rögbi játékosként kezdted. Hol is kezdted egyébként? Kecskeméten? Jól emlékszem? Jók az emlékeim? Annak idején még ott kezdtél rögbizni, vagy Esztergomban? Nem, én Esztergomban. Gábor, mi volt a kezdet? Akkor a Neuser Andrásék hozták, Magyarovics Gyuláék hozták Esztergomba a rögbi hírét, és akkor utána kapcsolódtál be teljes a rögbi életbe? Hogy volt ez? Idézz fel, légy szíves. Igen, én már akkor érkeztem, amikor már virágzott a csapat, ez a 80-as évek végén volt, 89 körül, 90.
akkor már több mint 7 éve volt Esztergomban rögbi, úgyhogy én csak utána csatlakoztam le. És hát egy véletlen tulajdonképpen a barátaim néztek meg egy rögbi mérkőzést, és akkor mondták, hogy próbáljuk ki mi is, mert nagyon tetszett mindenkinek ez a hangulat, meg ez a labdás jellege. De hát nem tudtam megfogni a rögbi labdát, tehát nem sikerült az első edzésen, és ez annyira inspirált, hogy ezt meg kell oldanom, ezt a kihívást, és aztán utána folyamatosan. Meddig játszottál? Hány esztendőt nyomtál le itt a Vitézeknél? Hát körülbelül 12 évet játszottam. És hát nagyon tetszett a közösség, tehát rendkívül vonzó volt, és nagyon szimpatikus volt mindenki, nagyon kedvesek voltak az emberek, mindenki segített a másiknak, szóval tényleg ilyen ideális hangulata volt a rögbi. És ugye bárkivel, ugye annak idején abban az időben ismerjük egymást, és mindig nagyon lelkesen tudtál beszélni a rögbiről, hihetetlen mennyire föl tudtad tüzelni ezt a dolgot, és akkor már nem volt véletlen, hogy te is a rögbit választottad, ugye? Vagy más sportággal is próbálkoztál az elején? Alapvetően más sportágokat csináltam, nem is volt semmilyen szüleim más, akkor nekem kell rögbizni. Lehette kajakoztam, kickboxoztam, fociztam, atletizáltam, aztán jött az ötlet, hogy akkor miért is ne egy edzésre menjek le. Hát és igen, elfogadt engem is ez a csapatszellem, ez a családias hangulat. Hát és akkor azóta töretlen egy 10-11-12 éve most már. Igen, nem is gondoltam volna. Ja. És ugye válogatott is vagy, sőt ugye a hetes rögbiben is vitézkedsz, nem csak a hagyományosban, és a csapatnak is a kapitánya vagy az esztergomiaknak. Igen. Ugye van a hetes, van a 15-ös rögbi, mind a kettőt csináljuk, a hetes ugye az olimpiai. És igen, Esztergommal és a válogatottal is mind a kettőbe szerepelek. Most ugye véget ért a bajnokságnak az egyik szakasza, most következik ugye a bajnoki döntő már, a rájátszás. Igen, ez a 15-ös most ért véget, hál' Istennek hiba nélkül hoztuk az összes meccset, és ezután a bajnoki döntő után fog egyébként a 7-es szezon folytatódni majd, de most egyelőre a fókusz a 15-ös döntőn van. Mikor is lesz ez pontosan? Május 29. Május 29. És akkor már nézők előtt, tehát akkor jöhetnek a nézők is remélhetőleg, vagy csak ugye a védettség igazolványa jelenleg, addig még ki tudja, hogy lehet, hogy további feloldások is lesznek. Gábor, te sem szakadtál a rögbitől, ugye a pályafutásod, a játékos pályafutásod után is közel maradtál, sőt most ugye a rögbi szövetségben is dolgozol. Hát igen, tulajdonképpen az aktív rögbit körülbelül most már elég régóta abba hagytam, egy több mint 10 éve. És igazából a Rögbi Szövetség elnökségi tagjaként most már 9-10 éve dolgozom. Hát nem dolgozom, segítek a rögbi fejlesztésben, de aztán egy nagyjából 5-6 évvel ezelőtt megváltoztak a körülmények, egy új fejlesztési programot tudtunk elindítani. A Magyar Rögbi Klubok összefogásával tudtunk elindítani, és egy új vezetési struktúrát hoztunk létre. És Kis Antal elnök úr segítségével sikerült egy olyan programot megírnunk, ez egy 12 éves program, aminek egy 8 éves stratégiai terv az alapja, ami egy teljesen új helyzetet teremtett minden szempontból, és ennek az első 4 éve zárult le tavaly évben, és ennek a szakasznak a kiválóság kultúrája nevet adtuk, mert ezt fejezte ki leginkább, hogy mit is szerettünk volna elérni. És szakmai területen sikerült megnyernünk az angol válogatott, az utánpótlás válogatott edzőjét, Richie Williams, aki a Cambridge rögbi igazgatója is, aki rendszeresen 2-3 hetente érkezett Magyarországra, és foglalkozott az utánpótlás és a felnőtt osztályok és az edzőknek a fejlesztésével is. Úgyhogy így egy teljesen más helyzetbe került a sportág, és nagyon sok segítséget kaptunk a Magyar Olimpiai Bizottságtól is, akik látták ezt a törekvést, és látták, hogy milyen összefogás és milyen komoly munka van emögött. Ez nagyjából 50 embernek a munkáját jelentette, tehát kb. Ennyien vettek részt ezekben a programokban, és körülbelül egy olyan 200 válogatott keret tagot tudtunk versenyeztetni, ebben voltak angliai utak, voltak európai utak is, és emellett nagyon fontos, hogy körülbelül egy olyan 50 nemzetközi versenyt tudtunk Magyarországon lebonyolítani. Tehát olyan
dimenziók nyíltak meg, amit előtte nem is gondoltunk volna, és végül aztán, hát hogyha az eredményeket is érdemes megemlíteni, mert kézzelfoghatóbb már teszi a munkánkat, több mint 20 helyet léptünk előre a világranglistán, ami szintén egy nagyon nagy teljesítménynek mondható, és bejutottunk 19-ben, amiben Márkis Oroszlán részt vállalta az európai döntőjébe az olimpiai kvalifikációnak, ami előtte felképzelhetetlen lett volna, és professzionális játékosok ellen tudtunk pályára lépni, olyanok ellen, akiket előtte csak a televízióban láthattunk, amatőr játékosként, hogy ez fantasztikus élmény. Ugye az esztergomi rögbi szurkolók azok tudják, hogy, hogy az utóbbi évvel mint a kevesebb mérkőzés lenne, kevesebb torna, amin részt vesz a csapat, akár válogatott szinten, akár klubszinten, hiszen korábban volt ez az európai kupák, ahol folyamatosan mentek Ausztriába, a környező országokba, és játszották a meccseket. Most nyilván ebben a Covid is közrejátszott, hogy nem nagyon lehetett utazni Magyarországon kívül, és a magyar bajnokság maradt ugye tulajdonképpen csak, de hát nyilvánvalóan akkor ezek a lépések fontosak ahhoz, hogy a rögbi előbbre jusson, ugye Gábor? Mik a terveitek a következő időszakban? Hát egyrészt ugye megváltozott a világ, azért mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt egész más lehetőségek voltak egy fiatalnak, most nagyon nagy a választék, hatalmas a menüsor, úgyhogy nehezebb sokkal ilyen sűrű programot szervezni, mondjuk, mint amikor kevesebb vonzerő volt más dolgokban, tehát ebből a szempontból más a világ. Aztán nagyobb a verseny is, tehát régebben azért ezek a közösségek viszonylag zártabban működtek, most azért nagyon sok inspirációt kap mindenki. Más közösségek is jól működnek, és az, hogy valaki tényleg komolyan rögbizik, és mondjuk minden nap edzés, tényleg a csapatért mindent megtesz, ez most azért egy nehezebb feladat, viszont ezzel együtt azt kell mondani, hogy a rögbi minőséget, tehát a játék kultúra, az rendkívül sokat fejlődött pozitív irányba. Érdemes megnézni most egy-egy bajnoki mérkőzést, tényleg lenyűgöző teljesítményt nyújtanak a csapatok, és ebben az esztágon abszolút élen jár Magyarországon, mert olyan támadó játék van, amiben szintén már kulcs szereplő, ami európai szinten is bárkivel megállna a versenyt. Már neked mik a terveid a rögbivel? Nyilván most a következő az, hogy a battai buldogokat legyőzzétek a bajnoki döntőben, de mik a terveid? Hova szeretnél eljutni? Miket, ha belelátunk így a jövődbe, akkor mit szeretnél látni? Hát a 15-ösben mindenképp szeretnék a válogatottal egy csoportot feljebb lépni, egy közösen csapattal. Ez mit jelent most? Melyik csoportban vagytok és hova szeretnétek feljutni? Hát most így az európai középmezőnyben vagyunk, és annál egyre feljebb, most nem az elitről beszélek, nem a topról, annál egyre feljebb a közepén egy kicsit feljebb kúszna a csapat, illetve hetesben újra az olimpiai kvalifikáció lenne a cél, hisz ugye tavaly előtt a Kolumbiában voltunk Franciaországban, és ott olyan játékosokkal játszottunk, ugye amikor tanultunk rögbizni, néztünk videókat, sztár játékosokat, és hát azért ritkán adatik meg az embernek az a lehetőség, hogy ezek ellen játszhasson, és elmondhasson, hogy hát igen, ez meg az a ember ellen tudtam játszani, és azért ezek nagyon nagy dolgok, így mindenképpen azt emelném ki, hogy újra szeretnénk ezen a kvalifikációs tornán részt venni. Hogy látod, mekkora a különbség a magyar rögbi és a világ elit között? Hát itt főként az a különbség, hogy mi amatőr sportolók vagyunk, ugye fizikálisan azért egy profi sportoló nehéz úgy felvenni a versenyt, hogy valaki amatőr, szóval itt nagyon lehet érezni azokat az ugrásokat, az amatőr fél, profi között a különbséget, így inkább azt emelem ki, hogy nem lehetetlen elérni azt a szintet, csak tényleg profi munkát kell berakni. Hát kívánom, hogy ezt a munkát mindannyian tegyétek bele is, és a rögbi valóban fejlődjön. Köszönöm szépen, hogy jutottak a stúdióban. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Lassan véget érnek a bajnokságok labdarúgásban, kézilabdában és rögbiben is. Lássuk a tabellákat, hogy állnak a csapataink. Rögbiben lezárult a 15-ös bajnokság. Az esztergomi vitézek veretlenül végzett az élen. Az utolsó mérkőzésén a Kecskemétet is legyőzték. A bajnoki döntő viszont még hátra van, amelyre május 29-én kerül sor a Kincsen Parkban.
Kézilabdában az NB2-ben a nőknél az északi csoportban az esztergomi vitézek már bajnok. Az utolsó forduló előtt, az utolsó fordulóban május 22-én 16 órától a Vácot fogadják az esztergomi lányok, legutóbb Solymáron nyertek 34-19-re. Második a Vác, harmadik a Fradi, negyedik a Vasas U22-es csapata. A csoport második felében helyezkedik el a Dorog, a dorogi lányok 7 győzelemmel állnak és 14 vereséggel, 14 ponttal, mögöttük a TFS-e, előttük a Tatabánya. A dorogi lányok is május 22-én 16 órakor játszanak a Solymárral. Lezárult a labdarúgásban is az NB2, a Mercantil Bank Liga. Itt a Debrecen és a Gyirmót jutott fel az első osztályba, a Vasas lemaradt-maradt NB2-es, negyedik a Pécs. Az NB2 második felében 14. helyet sikerült megszerezni a Dorognak, amelyik 38 mérkőzésből 11 győzelemmel és 11 döntetlennel 16 vereség mellett áll. A Kazincbarcika, a Kaposvár és a debreceni Ac kiesett. Labdarúgásban a megyei első osztályban itt Komárom-Esztergom megyében a rájátszás zajlik, a harmadik fordulón vagyunk túl, 2 forduló van még a végéig, a Sárisáv vezet 65 ponttal, szorosan mögötte a Zsámbék 63 ponttal, harmadik a Nyerges, ötödik az Esztergom. Legutóbb a nyergesiek Sárisávon tudtak győzni 2-1-re, a Kecskéd 4-1-re nyert az Esztergom ellen, Zsámbék Koppánymonostor 2-1. A megyei első osztály alsóházában szintén még 2 forduló van a végéig, itt a Vértes Szőlős vezet, az Oroszlány a második, Tata a harmadik. Érdekesség, hogy az Oroszlány-Tata meccs 0-10-es állásnál félbe szakadt az 52. percben. A megyei másodosztályban a 27. fordulón vannak túl a csapatok, összesen 30 forduló van ebben a bajnokságban. Első a Tát, mögötte szorosan a Mocsa, harmadik a Süttő, hatodik a Pilismarót, hetedik a Csolnok, nyolcadik a Bajót. A Tát-Csolnok meccs 5-3 lett, a Süttő-Ete meccs pedig 5-2. A megyei másodosztályban a tabella második felében helyezkedik el a Tokod, ők a 12-ek, 15. pedig a Piliscsév. A két csapat egymással játszott legutóbb, a Piliscsév 3-0-ra nyert Tokodon. Ennyi fért a mai műsorunkba, ez volt a Lelátó, a Régió TV Esztergom sportmagazinja. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is, addig is töltsék sportosan a mindennapjaikat. A viszontlátásra!